Jó napot vagy jó estét, kinek hogy van ez ilyenkor 6 óra körül, tisztelettel köszöntöm Önöket. Baranyi Krisztinával, Ferencváros polgármesterével kezdjük. Jó estét, polgármester asszony. Jó estét, kérem. Milyen kapós a pártok között? Egy pártról tudok, az a Kutyapárt, amelyik nyilvánosan is kiállt és elmondta, hogy szeretné, hogyha listavezetőjük lenne. Melyik a másik kettő? Nem vagyok felhatalmazva, hogy elmondjam nyilvánosan. Nem tudom, hogy miért nem nyilvánosan kértek fel, levélben történt hivatalos felkérés a pártelnököktől. De... Ezek parlamenti pártok? Igen, igen, mindkettő ellenzéki parlamenti párt, és hát én igazából tényleg rendkívül megtisztelőnek érzem, és nagyon őszintének és nagyvonalúnak gondolom az ajánlatukat, és nagyon örülnék neki, hogyha mondjuk ez a három párt például közös listán indulna a budapesti önkormányzat, vagy közgyűlésbe. De hát ezzel akkor most önnek is van dolga, ha jól értem, mert hogyha mind a három párt felkérte, akkor abból következhet az is, hogy leülteti őket egy asztalhoz, hogy én lennék, hogyha ti lesztek együtt. Hát én attól tartok, hogy ez egyelőre csak az én fejemben létezik, mint lehetőség. Csak úgy elképzeltem, hogy ez egy olyan irány lenne, vagy lehetne, amivel egy nagy létszámú, erős, és olyan frakcióval lehetne dolgozni, ami azért jelentősen megváltoztat. Nem tudjuk, hogy ki a szocialisták listavezetője, és nem tudjuk még, hogy ki a Momentum listavezetője. A Momentum viszont akár a saját politikusával is kenyértörésre ment önért. Én most csak találgatok hangosan. A szocialistáknak lesz listavezetőjük? Hát, nem a DKS szocialista és párbeszéd? Hát igen, de ott sincs megnevezve még, abból... Hát gondolom, az Karácsony Gergely lesz. Nem? Logikusan egyébként igen. Valószínűleg. Na, akkor marad az LMP, hát ott ugye lenne egy Vitézi Dávid, ha lesz Vitézi Dávid. És hogyha beáll ebbe a sorba, Vitézi Dávid. Na jó, ne találgassak? Ne, szerintem nem kell erről találgatni. Én azt gondolom, hogy ugye nagyon sok olyan vád hangzik el, hogy velem nem lehet együttműködni, ez szerintem most eléggé erősen lett megcáfolva, és azt gondolom, hogy tényleg lenne értelme egy olyan típusú közös indulásnak, amiben ez a három párt részt vesz, de nyilván most ez nincs, tehát ez csak egy ilyen vágyálom, nekem választanom kell. Akár az önhelyzetét, bocsánat, nyilván egyszerűsíteni, de a választókét is, és az ő Budapest programjuk is összefésülhető lenne vajon? Én igazából erre gondoltam, tehát hogy ezért lenne előnyös, nem az én helyzetem miatt, bár nekem valóban egy döntést akkor vagy nem lenne ilyen döntésem, vagy megspórolnék egy ilyen döntést. Mindenképpen egyszerűsödne az a helyzet, amihez én most azt vettem észre tényleg, hogy nagyon sokan még nem is tudnak arról, hogy ez hogy működik, elfelejtették már a korábbi választási rendszert, mindenki úgy gondolja, hogy a polgármesterek automatikusan bekerülnek a fővárosi közgyűlésbe, de ez nagyon nem így lesz, itt most versengő listák vannak, aminek egyébként van előnye is, tehát ezt nem lehet tagadni, hiszen itt is a pártlistákra leadott szavazatok arányában kerülnek be képviselők, itt ez egy igazságos rendszer, hogyha úgy tetszik, viszont a fővárosi politizálásnak szerintem nem fog jót tenni a pártok versengése, és nem fog jót tenni adott esetben a főpolgármester mögött álló többség biztosításának sem. Itt azért sokkal több érdeket kell majd összefésülni, illetve míg a polgármesterek kifejezetten várospolitikával foglalkoznak, és kifejezetten azok a kérdések érdeklik őket, amelyek a kerületeiknek ugye hasznot hozhatnak, vagy fejlődést hozhatnak, addig a pártpolitika megjelenése a fővárosi közgyűlésben innen azért el fogja vinni a fókuszt. Hát illetve jó. Fontossá teszi, hogy a polgármestereknek milyen lobbyerejük van a különféle pártoknál, hogy tudják megszervezni azt, hogy a saját elképzeléseiket meg is szavazzák a közgyűlésben. Így van, és ez sokkal nehezebb azért közgyűlésen kívülről, mint belülről, és én ezért is szeretnék igazából beülni ebbe a közgyűlésbe, hiszen nekem nincs pártom, független polgármester vagyok, de azt látom, hogy a mi lakóink, és hát minden kerület lakóinak a mindennapjait is jelentősen befolyásolhatja az, hogy milyen döntések születnek a fővárosban. Ezekben a döntésekben kívülről kibickedni, az nem ugyanaz, mint belülről dolgozni, és erre mondjuk hatással lenni közvetlenül. Nagyon sokan erdőltnek látják, hogy melyik pártnak mond igent a Kutyapártnak.
a Kutyapárt gyűlésén szólalt fel március 15-én is, tudhatóan jó a kapcsolata a Kutyapárt vezetőjével, az egyik vezető az alpolgármestere. Adja magát a választás? Először valamit tegyünk rendbe, a 15-i beszédre én már hetekkel ezelőtt felkérést kaptam, tehát ettől ez teljesen független. Az, hogy a Kutyapárttal jó a kapcsolatom, az viszont abból adódik, amiből egyébként a Kutyapárt válsága is jött, hogy én az utóbbi 5 évben egy hihetetlenül jól dolgozó, nagyon hatékony, nagy munkabírású, fegyelmezett, jó ötletekkel, kreativitással rendelkező kutyapártos alpolgármesterrel dolgoztam együtt. Nekem az a kívül külső képzet a Kutyapártról, hogy ez egy viccpárt, és kizárólag járdát festeni, és buszmegállót építeni tud, ez egyáltalán nincs, tehát ez teljesen megszűnt. Sőt, én azt gondolom, hogy olyan területeket visz az alpolgármester annyira kiváló munkával, hogy ez bármelyik más polgármester is megirigyelhetné. Tehát nekem teljesen más képen van a kutyákról, mint egyébként a nagy közönségnek. Én látom azt, hogy mennyire komolyan veszik azt, ami feladatul kapnak, és hogy mennyire hatékonyan hajtják végre. Úgyhogy ez a Kutyapárt mostani nagykorúsodásába, ha úgy tetszik, nagyon is beleillik. Ők most sokkal magasabb támogatottsággal rendelkeznek, sokkal komolyabban veszik azt, hogy politizálni akarnak, és ez eljutottak odáig, hogy ez abban is megnyilvánul, hogy mondjuk pozíciókat akarnak szerezni, hiszen ha már párt, nem pedig egy civil egyesület, akkor az, hogy ők mit, hogyan tudnak elérni, az azért függ attól, hogy milyen pozíciókat tudnak megszerezni. Viszont, ha már szóba hoztuk a tüntetést, illetve a március 15-i megemlékezést, nem is tudom, mi volt az igazából, Jambori, leginkább a Szabadsághídon. Akkor onnan idéznék valamit, és azt kerestem itt, azért nyomkodtam közben az iPad-et, hogy pontos legyek. 2 dolgot szeretnék idézni, az egyik az az, hogy azt mondja, hogy az ellenzéki választók nem ok nélkül fordultak el az ellenzéki pártoktól. A másik pedig, hogy kevés a hiteles ellenzéki szereplő, a Kutyapártnak csak is ezekkel a szereplőkkel kellene együttműködnie. Kikre gondol? Hát, hogy nem ok nélkül, az azért nem akkora meglepetés. 4/2 van mögöttünk, és 14 olyan év, vagy 13 és fél olyan év, amit szerintem egyetlen demokrata sem kíván magának. Ennek az eredménynek az elérése az nagyban köszönhető azoknak az ellenzéki pártoknak, akik, ahogy is mondjam, ebben részt vettek. Tehát, hogyha itt az ellenzéki politizálás gyökeresen különbözik mondjuk attól, amit így 95-2000 környékén politizálásnak gondolnak, hogyha meg tudtak volna újulni modern, új politikát, új arcokat és új hozzáállást látunk esetleg az ellenzéki pártoktól, akkor lehet, hogy itt nem ez az eredmény. Na de kit lát hitelesnek rendszer közülük? Hát hitelesnek... Nézem, minden pártban vannak olyan emberek, akik a lehető legtisztességesebben, a legnagyobb odaadással végzik a munkájukat. Ezek az emberek nagyon sokszor nem jutnak szerephez és pozícióhoz, mert lásd a 22-es előválasztásnak nevezett bohózatot, mert szerintem az minden volt, csak nem előválasztás, amikor helyben beágyazott, jól ismert és nagyon sokat dolgozó embereket vettek le a budapesti tárgyalásokon, füstös szobákban, a hátsó szobákban azért, mert ők egy másik helyen szerették volna egy másik jelölt előnyét bebiztosítani. Ez azért, hogy is mondjam, megritkította még a mostani pártok, az ellenzéki pártok soraiban is azokat, akik egyébként szívvel, lélekkel politizáltak. És akkor mindennek fényében például Magyar Péter megjelenéséről és az általa mondottakról, az általa zajló szervezkedésről mit gondol? Én nagyon keveset tudok erről. Van egy óriási visszhang, van egy óriási érdeklődés, de erről a mozgalomról nem tudunk semmit. Ennek a mozgalomnak, vagy a körülötte lévő emberek közül is egy nevet ismerünk, Magyar Péterét. Tehát, hogy sem ez... tudjuk, hogy ez egy mozgalom-e már. Az látszik, hogy ez egy tömeg. Így van, így van. Tehát én azt látom, hogy ahogy
például 22-ben Márki-Zay Péter felemelése és felemelkedése, az annak köszönhető, hogy az ellenzéki szavazók halálosan unják az eddigi szereplőket, és bármilyen új arc megjelenik, akkor azt hangosan éjjelzik, és ahogy lehet, fel is emelik. Na most lehet ebben azért mellé nyúlni is, mint láttuk, és most ezt nyilván nem tudjuk, hogy a Magyar Péterféle mozgalom vagy mozgás ez hova fut ki, de az biztos, hogy ugyanúgy, mint akkor Márki-Zay Péterről, abban az időpillanatban, most sem sokat tudunk Magyar Péterről és az ő mozgalmáról. Amit tudunk, az ugye az, amit szerintem minden ellenzéki álmából felkeltve is fel tudna sorolni, ugyanazokat mondja, mint akár én, nem tudom, 5 éve, vagy bármely más ellenzéki párt. Hát ami ugye a nagy különbség, hogy onnan jön. Hát, de ön szerint ez hitelesebbé teszi, hogy onnan jön, mert... Az mindegy, hogy én mit gondolok. Hát látja, hogy hányan voltak az Andrássy úton. Nagyon sok ember számára hitelesé teszi. Igen, engem ez őszintén meglepett, tehát én azt az embert, aki az ellenzék megújítására képes, mert szerintem mielőtt a Fidesz ellen, vagy a Fideszre ráfordulna valaki eséllyel, ezt az ellenzéket kéne megújítani, az nem egy Fidesz, tehát most a Fideszből jön még az ellenzék is, most őszintén, ne vicceljünk. Mikor a dönt, hogy melyik párt élére áll a listán? Nem tudok már nyilván ezzel sokat várni, meg várakoztatni ezeket a pártokat, hiszen mindenki jelenti be a listákat, jelenti be a polgármester jelölteket, végre megvan a fideszes főpolgármester jelölt is, úgyhogy ezen a héten, de tényleg legkésőbb a hétvégén ez el fog dőlni. Váratlanul nehéz ez a döntés, pont azért, mert mindhárom párt felkérésében láttam azt, hogy ők igazából feltétel nélkül azzal, hogy én megőrizhetem a függetlenségemet, azt, hogy a kerületért és Budapestért a belátásom és a lakók érdekei szerint hagynak működni, és ez egy olyan felkérés, amikor két szereplőt mindenképpen meg fogok bántani, holott én ezt nem szeretném. Úgyhogy... Milyen kell, hogy ez a két másik szereplő kutyapárt mellett nem vállalja ez ügyben a nyilvánosságot, de hát jobb utóbb. Baranyi Krisztina, köszönöm szépen. Én is köszönöm.